Dráma és színház kéz a kézben jár. Nem lehet úgy drámáról beszélni, hogy a színházról ne ejtsünk szót. Ez utóbbiról pedig beszélni kell, hiszen a már több mint fél éve dúló járványidőszakban igencsak drámaian alakul a színházak sorsa. A tavaszi korlátozások a színházak, koncerttermek, mozik működését teljesen lebénították, egészen szeptemberig, amikor újra engedélyezték a beltéri előadásokat. A színházak befogadó képessége jelentősen csökkent, a járványhelyzetből fakadóan költségvetési gondokkal is küzdenek, és előre tervezni is nehéz. Mindezekről fogjuk kérdezni a Csíki Játékszín igazgatóját, Kányádi Szilárdot, és a Nagyváradi Szigligeti Színház kommunikációs felelősét, Bíró Árpád Leventét. Sziasztok! Köszöntelek! Jó estét kívánok! Kérlek, meséljetek arról, hogy hogyan alakul a Csíki Játékszín, illetve a Nagyváradi Szigligeti Színház sorsa így a Covid árnyékában. Hogyan tudtok megfelelni az előírásoknak? Mi mindent kell betartani? Azt hiszem, hogy a Csíki Játékszín nevében, intézmény nevében nyugodtan mondhatom, hogy a körülmények ellenére készen állunk arra, hogy a következő évadot azt teljes vászélességgel megemeljük, illetve neki menjünk és végigcsináljuk. Szerencsére ez az évad, ez az új furcsa évad az új helyzetnek köszönhetően, mondhatom így, hogy új évadnak a darab választása, tehát az előadások, illetve a darabok kiválasztása az már február végén már körvonalazódott, és ott aztán véglegesítettük. Úgyhogy ilyen szempontból is mondom, hogy a körülmények ellenére készen állunk. Neki is bele is vágtunk az új évad első előadásának próba folyamatába. Ez október 2-án várható, Páinkás János címmel Kárpáti Péter írásáról, darabjáról van szó. A többit nem árulhatom el, mert jövő héten, vagyis bocsánat, ezen a héten szerdán lesz a sajtótájékoztatónk, és akkor nem szeretném, hogy a csíki közönség innen tudja meg, miközben már ez be van tervezve. Úgyhogy ezt remélem, hogy megérted. Mit mondhatnék még? Rengeteget beszéltek már nálam okosabbak is, jobban felkészültek arról, hogy mit jelentett ez gazdaságilag, pénzügyileg, mindenféle szempontból a színházak életében ez a járványügyi helyzetből fakadó pandémiás állapot. Én azt mondom, és ezt beszéltük a társulattal is az évadkezdő társulati gyűlésen, hogy nincs más hátra, mint előre, és alkalmazkodva a különböző szabályzatokhoz és rendeletekhez neki megyünk, és amit egyszer csak lehet, megpróbálunk kihasználni, és így fenntartva a kapcsolatot a közönséggel az előadásokat játszani. Árpád Levente, nálatok hogyan alakul Nagyváradon a Szigligeti Társulatnál, hogyan tudtok minden előírásnak megfelelni? Hallgattam a felkonfot, és egy picit ilyen szürkének hangzott nagyon a felkonf. Mi ennél egy kicsit derülátóbbak vagyunk, és azt hiszem, hogy ebben nagyon sokat segített nekünk az, hogy az elmúlt időszakot megpróbáltuk minél több alkotói munkával megtölteni. Gyakorlatilag nálunk véges se ért egy évad, hiszen mind azokkal az előadásokkal, amelyek már produkciós folyamatokban voltak, mind pedig azokkal az előadásokkal, amelyeket a jövőben terveztünk, nagyon hamar elkezdtünk foglalkozni, és amint a körülmények azt lehetővé tették, próbáltunk, nagyon sokat próbáltunk, így a következő évadot, ami a 120. jubileumi évad a Szigligeti Színháznak, azt már kész produkciókkal várjuk a tarsolyunkban, és nekünk már tapasztalatunk is van a belső terekben való játszás kapcsán, hiszen a tegnapi nap elstartolt a 8. holnap után fesztivál,
a Phoenix Terv című előadásunkkal, ami egyébként szabadtéren volt bemutatva augusztus 15-én, és ilyen formán beköltözött a Szigligeti Színház nagy termében. Nagyon komoly erőfeszítésbe és nagyon komoly logisztikába került az, hogy megfelelő biztonságú közönségforgalmi tereket tudjunk létrehozni, de a tegnapi tapasztalatok azt mutatják számunkra, hogy a közönség is nagyon pozitívan és együttműködően fogadta ezeket a szabályozásokat. Már csak azért is, mert a nyári előadás sorozatunkból is látjuk azt, hogy nagyon várták azt, hogy a Szigligeti Színház terei, mind a nagy terem, mind pedig a stúdió megnyitja az ajtaikat. Igen, itt nagyon sok érdekes kérdést érintettetek, akár a nézőknek, az embereknek, a színházba járóknak, hogy a viszonya hogyan alakult, hogy még inkább kiéheztek, vagy pedig ugyancsak maradt a megszokott színházba járási ritmus, hogyan látjátok ezt? Hát igazából még nem lehet szerintem megállapítani Isten igazából azt a részét, hogy az emberek mennyire tartanak attól, hogy zárt téren belül összeüljenek, hiába, hogy csak félházzal lehet ugye játszani, vagy egyáltalán a félháznyi közönséget lehet beengedni a nagyterembe. Szerintem ahogy elkezdünk zsinórba folyamatosan játszani, akkor fog kiderülni, hogy mi az, ami tartható, mi az, amire vevők a nézők, illetve ez a idézőjeles kíváncsiság, ez tényleg úgy van-e, vagy sem. Egy részük, úgy, ahogy Árpád is mondta, nagyon kíváncsi és nagyon várja már, hogy végre történjen, lásson új előadásokat. A másik része, vagy mondhatom így, hogy a másik része a közönségnek viszont azért inkább óckodik, tartózkodik, sokkal inkább az egészségügyi történetét és életét veszi első számban. Egyébként ezeket a szabályozásokat minden színháznak egységesen kell betartania, vagy pedig megvan, hogy ki, melyik színház, milyen forgatókönyv szerint működik, úgy, mint például az iskolák? Árpád? Hát egyrészt területi megoszlás van ebben, tehát hasonlóképpen működünk, mint az iskolák. Másrészt azt emelném ki, hogy például nálunk előadásról előadásra változik az, hogy milyen szabályozásokat kell betartsunk, hiszen még a Phoenix Terv című előadás, ami a pandémia alatt készült, tekintettel volt a távolságtartásra, addig azokat az előadásokat, amelyeket korábbi időszakokban készítettünk el, és újra színpadra adaptálunk, a munkaügyi orvosunkkal közösen állapítottuk meg, hogy melyek azok a változtatások, amelyeket szükséges eszközölnünk ahhoz, hogy ezek teljes mértékben biztonságosak legyenek a színészeink számára is, illetve azt is hozzátenném, hogy a hétvégén és e hét folyamán is többször is teszteljük a társulatunkat azért, hogy biztos kezekben tudjuk mind a művészeinket, mind pedig a nézőket. Visszatérve a szabályozásokra, egy picit vegyük két csoportba. Mi vonatkozik, milyen szabályozás érvényes a színpadon a színészekre, és milyen szabályozások a nézőkre, akár előadások előtt, illetve az előadások alatt. Egy picit vegyük újra. Kérlek, Szilárd, ismertest pár mondatban. Szinte belekotyogtam az előbb, Árpád után próbáltam hozzácsatlakozni az elmondottakhoz, annyit hozzátéve, hogy a sorbanállás, illetve a jegyvásárlás, ugye, ha lehet, akkor az online úton kéne történjen, amennyiben megoldható. A 1,5 méteres távolságot a színházba tehát a térbe behatolva ezt be kell tartani. Nem szabad igazából összegyűjteni az előtérbe az embereket, hanem be kell engedni a nagyterembe, hogy foglalják el a helyüket, vagy a helyeiket. Az újabb határozat értelmében, vagy a legfrissebb határozat értelmében egy széket kihagyva soronként lehet leültetni. Ez nyilván terem és férőhely függő, hogy mit jelent a félház. A maszkot viselni kell a közönségnek az előadás egész tartalma alatt. Lázat kell mérni,
olyan lábtörlőt kell beszerezni, ami fertőtleníti a talpat, a cipőtalpakat. Remélem, hogy így nagyjából mindent elmondtam, ami a közönségre vonatkozik. A színészekre, ahogy Árpád is mondta, nálunk is a munkaorvos ad előadásról előadásra engedélyt arra, hogy a színészek az előadás ideje alatt és a háttérszemélyzet se kelljen viselje a maszkot. És nagyjából igazából ennyi. Hát azt hiszem, hogy... És azt is mondhatom, hogy... Igen, folytasd! Igen, azt is mondhatom, hogy alapvetően megegyeznek ezek az előírások és a határozatok. Azok az eltérések tudnak lenni, hogy mit kíván meg az előadás, vagy milyen térben van az előadás, ahogy mondta is korábban már Árpád. Utolsó gondolatként kérlek fogalmazzátok meg, illetve akár kérlek Árpád fogalmazd meg, hogy valamilyen pozitív hozadéka van ennek a koronavírus járványnak? Mit gondolsz erről? Cvikár Katalin főigazgató asszony azt szoktam mindig mondani, hogy ez a bátor és már-már vakmerő színház csinálóknak az időszaka, és azt hiszem, hogy ha beszélhetünk pozitív hozadékról, akkor ez az a bátorság, amivel tulajdonképpen a pandémia alatt a közönség is felruházott minket, hiszen azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a színházi zárlat alatt is nagyon sok pozitív üzenetet, nagyon sok megerősítő üzenetet kaptunk, és folyamatosan is kapunk, és azt hiszem, hogy ez további alkotásra tudja ösztönözni a színészeinket, illetve azokat az alkotókat is, akiket meghívunk. Én azt hiszem, hogy ha lehet ilyet mondani, ebből a kevés tapasztalatból, amit még a közönséggel szereztünk, akkor talán még szorosabb lett valamivel a közönséggel a kapcsolatunk, és hát van egyfajta közösségi érzet, ami talán abban az ünnepi hangulatban ragadható meg, amit egy színházi előadás jelent a váradi közönség ezek, számára. Ezek nagyon-nagyon szép befejező gondolatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy tudtunk erről beszélgetni. Úgy látom, hogy fel vagytok készülve, és hogy nagyon jó találkozni ilyen pozitív gondolatokkal, úgyhogy köszönöm szépen nektek, Szilárd és Árpád. Köszönjük szépen! És köszönjük!